Folytatódik a napi aktuális, és pár éve Szanyi Tibor, az ISZOM mozgalom vezetője a vendégeim a stúdióban. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Új köztársasági elnök jelölt van a láthatáron az Ön személyében. Jó estét kívánok, én is szeretettel köszöntöm a hírt. Tévénézőit. Honnan jött a jelölés, honnan jött az ötlet, hogy akkor Novák Katalinnal szemben egy másik köztársasági elnök jelölt legyen? Hát az igazság az, hogy a jelölés az Huszti Andrea, a pártelnökünk ötlete volt igazán. Nekem nagyon nagy megtiszteltetés volt ez a felkérés, mert azt gondolom, hogy a nemzeti egységet kell majd képviselni egy köztársasági elnöknek, és én nagyon sok mindenben, nem hogy nagyon sok mindenben, szinte mindenben egyetértek a pártnak a céljaival, illetve a kitűzéseivel. Melyek ezek a célok és kitűzések? Hát többek között például az első, ami nekem nagyon fontos volt, hogy az embereknek, az emberek jól létét szolgáljuk. Például az, hogy 250 ezer forint legyen a nettó minimálbér. Nagyon büszke vagyok arra például, hogy a párt volt az első, aki először ezt felvetette, és ugyanezt, hogy 150 ezer forint legyen a minimál nyugdíj, 50 ezer forint legyen a családi pótlék. Én nagyon sok olyan emberrel találkozom, és találkoztam is, mint Cseper Soroksár képviselőjelöltje, akiknek ez az összeg álomszerűnek tűnt. Nekem az egyik szívfájdalmam az, hogy Magyarországon egy gyűlöletpolitika van. Kinek a részéről Ön szerint? Hát nyilván elsősorban a Fidesz részéről, de azt gondolom, hogy az ellenzék is szállt ebbe a gyűlöletpolitikába egy kicsit. Nekem az a célom és a vágyam, hogy Magyarország újra egységes legyen, és egy nemzeti egység megtestesítését csak egy jóléti szocialista társadalomban tudom elképzelni. Szanyi úra, nyilván a jelölés az egy dolog, de kérdés az, hogy az ISZOM mozgalom mögött mennyire erős a társadalmi támogatottság, hogy ez valós lehetőség legyen ez a jelölés. A konkrét helyzetben sajnos ennek nem sok köze van a társadalmi támogatottsághoz, hiszen ebben az ügyben a magyar közjogi rendszer, mondjuk így az alkotmány, az alaptörvény sajnos a népnek nem osztott lapot. Ami azt jelenti, hogy a köztársasági elnök személye az egy parlamenti választásnak a kérdése, ott 200 ember van, most éppen 199, hogyha közülük 40 úgy gondolja, hogy ön vagy bárki legyen a köztársaság előtt, akkor az a 40 aláírásával ezt előterjeszti, és utána az országgyűlés tud erről dönteni. Na most ez úgy van, hogy óhatatlanul ez beleragad a pártpolitikai térbe. Ez a dolog, hiszen ugye jelenleg az van, hogy a kormánypártoknak van egy jelöltjük, Novák Katalin személyében, mögötte ott is van a szükséges szavazatszám, legalábbis formálisan és elvileg. Tehát ilyen értelemben mi nem esélylatogatásokból indultunk ki, hanem abból, hogy azért az valahol komikus, hogy egy valakit megszavaznak vagy sem, hát nyilván megszavaznak, de az, hogy választani. És ez igazából ez már nem a parlamentnek szól, hanem az embereknek. Hogy fogjuk föl, hogy nincsen minden eleve elrendelve, igenis lehet egészen pici helyzetből győzni, kis embernek, kis pártnak is lehet igaza. Hogyan lehet igaza? Hogyan lehet ezt a pártpolitikán felül emelkedni, hogy Ön is említette, hogy kicsit tényleg fölülemelkedni ezen a gyűlöletpolitikán, és egy olyan jelöltet választani, aki a pártpolitikától mentes, noha a szocialista Magyarországot szeretne. Én azt hiszem, hogy itt nincs semmi ördöngösség. Én szerintem jobb, hogyha Pál Évának a szavait szívjuk magunkba. Most tényleg, mi az, ami fontosabb lehet a nemzeti jóllétnél? Tehát az, hogy minden ember egy tisztességes, normális életet éljen. Én úgy érzem, hogy ha ebben tudnánk egy nemzeti egységet teremteni, már nem csak a vágyban, hanem a megvalósításban is, szerintem ez az ország sokkal nagyobbat lépne, mint bármilyen másik. Ettől még apró kérdésekben is persze lehet nemzeti egység, vagy kisebb, nagyobb, stb. De én őszintén szóval nem tudok ennél fontosabbat, mint az, hogy az emberek, ez a 10 millió, meg egyáltalán az, aki magát magyarnak tekinti, jól éljünk. És ez tulajdonképpen egy alternatíva,
akárhonnan nézzük, és én, senki nem mondja azt, hogy bármelyik jelölt ab ovo a maga politikai hátszerével eleve mindenkit kielégít. Nem. A köztársaságelnöknek nem kell mindenkinek az ízlését kielégíteni, a köztársaságelnöknek afelett kell örködnie, hogy legyen egység bizonyos alapvető kérdésekben. És ön hogy tudna örködni az egység fölött? Van-e valami program erre, van-e valami elképzelés erre, hogyan lehetne a pártokon túllépni ebben a kérdésben? Hát a köztársasági elnöknek olyan jogai vannak, nyilván a nagyon fontos kötelezettségei mellett is, amelyet eddig az eddigi elődök, hogy így mondjam, kevésbé használtak ki, hiszen ilyen jogok a törvény... törvényjavaslat beadása, ilyen jogok a szavazat, nem a szavazat, hanem a népszavazás. A népszavazás kiírása. És ez mind a politikai nagyon... pártok támogatásával történik, a törvények felülvizsgálata is. Igen, természetes, de én azért törekednék arra, hogy akár én beadhatnék egy ilyen törvénytervezetet, természetesen elsődlegesen figyelemmel arra, hogy szociális törvényeknél, vagy a környezet megóvásának a törvényeinél gyakorlatilag figyelembe venni azt, hogy mennyire van konszenzus ezekben a kérdésekben. Kérne a törvényeket kiszövegezni ön, vagy egy csapata, jogászok? Hát nyilván jogászok szövegezik meg, én azt hiszem, hogy ez a mai napig most is így van egyébként, csak ennek az eldöntése, illetve a szépítése vagy helyesbítése az, ami a köztársasági elnöknek a szerepe. Tegyük föl, hogy sikeres lesz mondjuk a baloldali pártokat, vagy az ellenzéki pártokat sikerül megnyerni ennek. Hogyan tovább akkor? Egyelőre nincs visszajelzésünk erről, bár mondjuk az aláírás gyűjtés még el se kezdődött. Ez a szép feladat egyébként Székes Sándorra fog hárulni, hogy az országgyűlési képviselőnkre, hogy ott az országgyűlés maga képviselőtársaival beszélgessen, és ez próbálja meg a szükséges számú aláírásokat összegyűjteni. Az tényszerű, hogy egy levelet már küldött egyébként Székes Sándor a kollégáinak, tehát az országgyűlési képviselőknek. Egyelőre most azon kívül, hogy a médiatérben mennek az üzengetések, ezen felül nincs konkrét visszajelzés. Mi egyébként azt gondoljuk, hogy egy ellenzéki pártnak, meg egyáltalán egy pártnak, az az alapvető kötelezettség, hogy alternatívát állítson. Kezdeményezzen, javasoljon. Az ellenzéki pártok most egymással vannak elfoglalva, és hát gőzerővel készülnek a kampányra, ezerrel kampányolnak. A kérdés az, hogy mennyire fogja mondjuk Pál Éva személye meghatni őket, és mennyire fognak beállni, vagy mennyire foglalkoznak egyáltalán ezzel a kérdéssel. Nézze, én azt gondolom, hogy ez az én jelölésem, ez egy szimbolikus üzenet a társadalomnak, illetve az ellenzéknek is. Annak a szimbolikája, hogy mi nem értünk ezzel egyet, ami most van. Tehát, hogy egy ember lehessen választani. A választás szóban benne van, hogy legalább kettő, és ez volt az elsődleges. Milyen viszonyban van most az ellenzéki pártokkal, mert ugye sokat beszélgettünk itt a műsorban korábban, hogy Márki-Zay Péter és az ellenzék viszonya nem felhőtlen. Ön hogy látja, kívülállóként nagyon hosszú ideig volt baloldalon meghatározó politikus, mi a véleménye erről, amit most művelnek az ellenzéki pártok? Bármennyire is olcsó dolognak tűnik, azt mondom, hogy lám-lám igazunk volt. Tehát mi 2020-ban nyáron, amikor még nem is volt meg ez a mostani fölállása ennek a hatpárti ellenzéki együttesnek, mi azt kezdeményeztük mindegyikük felé, hogy kezdjünk el a programról beszélni. Tehát az, hogy mit akarunk. Ez nem csak velünk szemben maradt el, hanem minden jel szerint még egymás közt is. Most értem, hogy dolgoznak rajta, stb., de hát nincs eredmény. Tehát azért egy-két hónappal a választások előtt azért egy ellenzéki mozgalomnak úgy illene elmondani azt, hogy mit szeretne a magyar népen, mert itt ilyen bedobott dolgok vannak, ma is hergelte ugye a közvéleményt ezzel egy mondat. Ezek a semmiből előugró mondatok azért vannak, mert nincs program. Ha lenne program, akkor arról beszélnének.
Hát nekünk van programunk egyébként, pár évvel Ziment egy pár illusztris számot mondott ezzel összefüggésben, és nagyon sok olyan dolog van, tehát hogyha most azt mondaná nekem, hogy beszéljünk mi a programunkról, akkor azt mondanám, hogy kérem tisztelettel, nyugodtan tudunk úgy beszélgetni, hogy egyébként a nézők az interneten ezt nyomon követhetik az első szótól az utolsóig, hiszen már több mint másfél évvel ezelőtt oda tettük. Tehát ez is olyan dolog, hogy nem csak köztársasági elnökről van szó, csak, tehát nem csupán köztársasági elnökről van szó. Minden ügyben mi igyekszünk alternatívát kínálni, és egyébként itt egy picit hadd korrigáljak, baloldali alternatívát. Mert ez a hatpárti ellenzék azért távol áll a baloldaltól. Ezt azért szeretném rögzíteni, értem a megszokásokat, meg minden, de egyetlen baloldali gondolatuk eddig még nem volt. Szanyi Tibor és Pál Éva, köszönöm szépen a beszélgetést, visszatérünk majd a részletes programmal is, később örülök, hogy itt voltak a stúdióban. Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük.